Nagy érdeklődés övezte a Sátorajóhely Szép Halom Kossuth kertjében megrendezett 9. nemzetközi vadételfőző versenyt. 9 évvel ezelőtt is ugyanaz a cél vezérelt minket, amikor az első rendezvény megszervezéséhez hozzákezdtünk, hogy egy hangulatos nyárelei napot tudjunk minél több környékbeli és messziről jött család számára adni, amikor nincsenek munka problémák, nincsenek feszültségek, hanem egyszerűen jól érzik magukat. Ehhez két dolog kell legalább, vagy talán több is, a jó idő, az néha sikerült, néha összejött, néha nem. A másik a jó ételek, hiszen a magyar ember szereti a hasát, ne tagadjuk, többségében így vagyunk vele. A harmadik pedig a jó italok, és itt Tokajhegyen a jó bor és a pálinka verseny, mely párhuzamosan zajlik a vadételfőző versenyen, biztosítja ebből is a széles kínálatot és a felhozatot. A verseny nemzetközi, hiszen Felvidékről, illetve Erdélyből, tehát Románia és Szlovákia területéről vannak csapatok, magyar csapatok és ottani helybeli csapatok, akik a saját specialitásukkal indulnak el. Mert ugye, mikor az előbb a gasztronómiát említettem, akkor azt kell hozzátennem, vagy kellett meg hozzátennem, hogy nem véletlen ez a választás. Miért nem töltött káposztát versenyeztetünk, vagy más ételt? Azért nem, mert Zemplén, a Zempléni hegység nagyon-nagyon bőséges vad van, nagyon jó vadásztársaságai vannak, akik nagyon odafigyelnek a vadállományra, tehát nem csak lövik, hanem vadgazdálkodást folytatnak. Nagyon szép erdőink vannak, és jellegzetes étele a különbözőféle vad, illetve a vad elkészítése ennek a vidéknek. Idén a megmérettetés amatőr, szakács, vadász és történelmi kategóriában zajlott 62 csapat részvételével. A Szép Halomba látogatók azonban nem csak a finom vadételeket, hanem a nagyszerű szórakoztató műsorokat is élvezhették a nap folyamán. A rendezvényre egyre többen jönnek, akár nem csak mint főző csapatok, hanem kiállítók is, népművészek, és gyönyörű kiállított ruhákat és különböző tárgyalkotó művészet remekeit láthatjuk ezen a rendezvényen. De ezen kívül ebben az évben, mivel 750 éve város Sátorajóhely, új kategóriát indítottunk a versenyek között, mégpedig a történelmi vadétel kategóriát, úgyhogy nagy érdeklődéssel várjuk, hogy ebben a kategóriában például milyen ételek jönnek majd, mit bírálhatnak el a mester szakácsai. Milyen programok kápráztathatják el a közönséget? Egyrészt a néptánchoz, a népi hagyományokhoz illeszkedő programok, tehát néptánccsoportok, különböző fellépései, a Hegyalja, a Sátorhegy, a Kamara Néptánc Együttesünk fellépése jön, valamint népdal, nótaénekesek, többek között éneklő szakácsok is lesznek ezen a rendezvényen. Mondhatjuk azt, hogy a magyar hagyományőrzésről is szól ez a rendezvény? Így van, amely szorosan kapcsolódik a vadászathoz, a vadász hagyományokhoz is, hát ezért nemzetközi vadételfőző versenyünk van. Mint a rendezvény házi asszonya, miben látod ennek a főzőversenynek a jelentőségét, és kikkel érkeztél, kikkel érkeztetek? Ami összeköt bennünket, a gasztronómia. Mindannyian, akik itt főzünk külön-külön kis csoportban, civil szervezetek, önkormányzat, és az előbbi a civil szervezeteknek az a különlegessége, hogy a határon túli magyar testvéreink is itt vannak közöttünk. Nagyon fontos volt számunkra, a civil szervezet, illetve az önkormányzat számára is, hogy ezen a területen is működjünk együtt, és ilyen szerencsés véletlenek folytán, és természetesen egy kicsi apró szervezés folytán is. Itt vannak a sóváradi testvéreink, ugye Erdélyből, akikkel 2004 óta van testvértelepülési kapcsolatunk, és egy nagyon szép új, kibontakozó, és az én reményeim szerint egy nagyon jó baráti kapcsolat,
az, amely Borsi, ugye itt a felvidéken található magyar település, és ők is ide jöttek ma hozzánk. Nem volt még ilyen, most vannak ők itt először Borsiból, felvidékről, de nagyon örülünk annak, hogy a Csemadoknak a ottani szervezetéből csak nem 20-an itt vannak a magyar testvéreink. Nem csak az önkormányzati területen működünk együtt, illetve próbáljuk meg a számos együttműködés lehetőségét megteremteni, hanem civil területen is. A civil szervezetek között itt van még közöttünk a Városvédő és Szépítő Egyesület. Ez is első alkalommal történik így, úgyhogy itt ezen a kisebb területen 7 olyan szervezet van, amely most első alkalommal, és reméljük, hogy nem utoljára, együtt főz. A Határon Nélküli Fiatalok Egyesülete képviseletében vagyunk itt, és természetesen vaddisznót főzünk, és hát próbáltunk valami fantázia nevet kitalálni, úgyhogy maradt ez a Határon Nélküli Fiatalok Egyesületének a vaddisznaja. Természetesen az elkészítés az ugyanúgy történt, mint minden vadhús esetében, pácolás, több napon keresztül, ugye, és fűszerezés, és hát igyekszünk minden jót beletenni, illetőleg a szívünket és a lelkünket is, hogy hát jól sikerüljön, és reméljük, hogy esetleg mi is nyerünk valami díjat majd. Hogyan érzitek itt magatokat? Nagyon jó, nagyon sok program van, úgyhogy mindenképpen jól érezzük magunkat. Azt gondolom, hogy mind a felnőtteknek, mind a gyerekeknek vannak itt megfelelő programok, úgyhogy én itt a mai napot szerintem nagyon jól el lehet tölteni. A versenyző csapatok közül 13 érkezett Szlovákiából, köztük a felvidéki Borsiból, második Rákóczi Ferenc szülőfalujából is. Borsi község úgy ezen a meghívás alapján, amit a Zempléni Fiatalok Határon átnyúló szervezetének köszönhetünk, különben mi Borsiból szoktunk, mint a Bodrog Vadásztársaság jelen lenni ezen a versenyen. 2 évvel ezelőtt a 3. díjat is sikerült elvinnünk, most pedig egy úgynevezett borsi specialitással, amit úgy hívnak, hogy Nagy Erdei őszgulyás Csabi Bódra. Tehát ez egy különlegesség, tehát a fűszerezésnek köszönhetően ez egy különlegesség, vadasan elkészített őszgulyás. Miért különleges ez? Milyen fűszereket használnak? Hát azt hiszem, hogy ha majd esetleg ott lesz, és a zsűri lejött a kiértékelés, a zsűri rákérdez, nekem nem árulta el a mesterszakácsunk, de lehet, hogy majd nekik igen, megosztja majd önökkel a receptje titkát. Hogy érzik itt magukat? Első alkalommal veszünk részt ezen a rendezvényen, de a hangulat nagyon jó, és mindenki jól érzi magát. Egy ilyen gyönyörű környezetben nagyon-nagyon jó. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. A nemzetközi megmérettetésre az egyetlen erdélyi csapat vadász kategóriában egészen különleges csemegével készült. Erdélyből, Sóvárad községből érkeztünk. Hát az Imrefi nevezetű vadász társaságot képviseljük a vad húsfőző versenyen. Jelenleg a tavaly is itten voltunk, az idén is eljöttünk, és hát mit mondjak még egyebet, annyit rólunk, hogy egy 7500 hektáros területet, nagyvados területet vadászunk. Ebben van nekünk vaddisznó kvótánk, van egy medve kvótánk évi, amit ugye az idén sikerült belőle, ugye a medve húsból hoz. Hogy érzik itt magukat? Lehet számítani önökre jövőre is? Köszönjük szépen, nagyon jól érezzük magunkat, és természetes, hogy lehet számítani jövőre is, amennyiben mondom, egészségünk lesz, meg bírjuk magunkat, meg még kitalálunk valamit már ugye jövőre, nem medvét, valami másat, lehet, hogy éppen egy fajt kakast, vagy valamit, ha sikerül majd olyan is. Ami különlegesség, ugye ide viszonyítva a magyarországi vadállományhoz. Egy kárpáti barna medve, sóváradi módra lesz, ami főztünk, ami saját szerzeményű medvéből van. Vörös és fekete áfonya öntette, meg szarvas gombával. A sóváradi vadászok kilövéséből származik a medve. Egy osztrák illető vette meg a jogot a kilövésére. Ez úgy működik, hogy a sóváradi vadászokkal közösen kilövik. A trófeát elviszi, meg a vadászcsoport az a hús szétossza maga közt. Akinek nem kell a hús, azt értékesítik saját maguk közt, vagy szalámit készítnek belőle. Hoztunk szalámit is, medve szalámit kóstolónak, egy ilyen ijjentség. Az ott a kibédi húsfeldolgozóban van, Maros megyében 2 húsfeldolgozó. Az első itt az első faluban helyezkedik el kibédi, Dósa húsfeldolgozó. Az ott készült a medve szalámi, azt is meg fogjuk kóstolni a zsűrivel. Mennyire őrzi ez a magyar gasztronómia ízvilágát? Hát ez szerintem ritka ételek, a régebb se a mindennapi ember fogyasztott medvét.
mert a hajtóvadászok, vadászok azok inkább fűrjet, nyúlat ettek, úgyhogy ilyen királyi ételnek számít ez a grófi királyi étel. Mit láthatunk itt a kezében? Itt az első sóváradi címer, amit most fog jóváhagyni a román kormány. Ez ebben a felállításban lesz, hanem más színekkel, ezen van olyan, hogy zöld, sárga, piros, meg szürke. Ez a szúszék, úgy mondják nálunk, egy magtároló volt, amiből régebb a falu emberi ebből éltek, ez bükkfából fejszéve hasított, és ilyen faszegekkel összerakott magláda, amit az Alföldön értékesítettek. Ezt úgy adták el, akkor termékkereskedelem volt, úgyhogy termékbe fizettek, egyszer megtöltötték gabonával, és azért adták oda. Itt ez a medve, ez azt jelképezi, hogy ez a sóvidéki medve, kárpáti medve, amit most is főzünk. Ez nagyon sok van ott nálunk a környéken. Ez a sóvirág, hallottak róla, meg ezek a váraink ott, Sombódvára, Rapsónévára, meg volt egy ilyen római sóvárda nálunk, arról kapta a falu is a nevét. Ezeket jelképezek a motívumok. Az idén fogadja el, szóval fel van küldve, ebbe a formába fogadja el az állam. Csak a színek van, ahol kék ez a magláda, vagy kék a virág, abban a medve az mindig barna, zöld, kék és sárga színekben, de ez cserélődő lesz a színe. Miért azt mondják, édesanyám tanított a csókra, nem kell igen tanítani rá, vagyok már szóba. Szeretőm egy barna legény, asszott a tortája, nem kell igen tanítani rá, vagyok már szóba. Szeretőm egy barna legény, asszott a tortája. Amatőr kategóriában 37 csapat 40 étellel nevezett. Lássunk most néhányat közülük. Honnan és hányan érkeztek ide? Szerencsére jöttünk, négyen vagyunk a csapatban, barátok. Milyen vadételt főznek? Mit hoztak? Mivel készülnek? Szerettem volna, hogy az legyen a vadételnek a címe, hogy makkonhízott vagy sertés hátsó lába borsosan, de ez túl hosszú volt, úgyhogy borsos sertéstokány lett az étel címe. És milyennek a titka? Kevés zsírral fő, és víz nincs is benne, csak bor és paradicsomlé, ami a ételt ízesíti. És a végén külön sütött vadisznókolbász kerül hozzá az ételhez. Ezt fehér kenyérrel és savanyúságot állaljuk majd a vendégeinknek. Honnan érkeztek ide, és hanyatszorra vannak itt? Téglásról érkeztünk, a vadfőzőversenyen először veszünk részt. Többször hívtak már bennünket a testvéremék, rokonaink, barátaink, de mindig elnapoltuk, de nagyon örülünk, hogy most itt lehetünk. Egyébként a zsólyomkai pincenapokon itt szoktunk lenni, nagyon szeretjük azt a programot is. Most itt nagyon jól érezzük magunkat, kétféle vadétellel készültünk, egyébként vadászok vagyunk, illetve vadászok és barátaink, ugye mert a vadászok általában mindig baráti társaságban mozognak. Vadételeket készítettünk, mégpedig egy tárkonyos vadmaraclevest, ami abban a bográsban készül, és egy vadisznó javából, pácolt vadisznó javából készült kolostorost, úgy hívjuk, hogy téglási kolostoros. Ez gyakorlatilag a vadisznóhúsból, édeskáposztából és rizsből áll. Ezt a zempléni emberek nagyon szeretik. Többször főztük már, és nagyon nagy sikere volt ezt tulajdonképpen közkívántra főztük megint, mert szeretik az itten emberek, mi meg szeretjük az itten embereket, és szeretjük az újhelyi borokat. Mondhatni, hogy magyar hagyományőrző ételeket készítenek? Igen, tulajdonképpen mi a vadászat mellett hagyományőrző klubba is részt veszünk, csak most a vadászati oldalunkat domborítottuk ki. Ezt a kolostoros ételt, mi kolostorosnak hívjuk, ezt a helyi hagyományos édeskáposztával, illetve az ott termelt hatházi káposztából készítjük hagyományos módon, szinte csak az alapfűszerekkel, tehát nem viszik túlzásba a fűszereket, és nagyon kellemes helyi kertből szedett tárkonnyal, bazsalikommal ízesítjük, tehát nagyon kellemes íze van, és nagyon hangulatos főzéseket tudunk ebből csinálni. Mi tulajdonképpen indulunk a versenybe, de nem versenyezni akarunk, hanem a vendégeinket megkínálni. A vadásztársaság először vesz részt, Komoskára jöttünk, Pusztár vadásztársaság nevébe. Minden évben szoktunk főzni, de főképpen hát Komoskán. Itt most vagyunk először.
Mit hoztak, milyen étellel készülnek ma? Vaddisznó pörkölt lesz, füstölt csülökkel. És petrezselymes burgonyával. Mi a titka ennek az ételnek, vagy milyen speciális hozzávalóval készül? Különleges hagyományos fűszerekkel fűszerezzük. Főképpen hagyományos dolgokkal, petrezselyemmel, paradicsommal, paprikával, borókabogyó, és még egy... Most egy titkot nem akarom elárulni. Csak tudni kell a folyamatokat, hogy mikor, hogyan tesszük bele a fűszereket. Nem egyszerre, és lassan kell csinálni, az a titka neki. És a hús alapanyag az friss legyen, jó legyen, és ez a jó. Egy kis fiatal vadisznó sürdőből készült. Hatodik alkalommal vagyunk már itt, ezen a nagyszerű rendezvényen. Azt lehet mondani, hogy már nélkülünk meg se rendezenék ezt a versenyt. Tehát külön kérnek, hogy induljunk el. Milyen kategóriában neveztetek? Amatőr kategóriában, amatőr. De profi módon főzünk hát egyébként. Profi amatőrök vagyunk. Mit főztök? Hát lesz egy vaddisznó pörkölt péterek módra, illetve egy vadnyúl leves zöldséggözönnel. Nagyon jól érezzük magunkat. Az eredmény az annyira nem fontos, másodlagos. De reméljük, hogy valahol az elsők között leszünk majd. Valahol ott leszünk a barna medve mögött, reméljük. De. Már értünk el itt eredményt egyébként. Dicsekedhetünk vele, egy külön díjat már elvittünk, talán két éve volt? Két éve. Két éve, hát igazándiból már csúcsra felértünk, úgyhogy már többre nem vágyunk. Honnan jött az ötlet, hogy a mezőgazdasági iskola is részt vegyen ezen a versenyen? Hát ez volt az első alkalom, hogy a Szebb Suracko Máté mezőgazdasági szakképző iskola, mint önálló iskola, illetve intézmény, részt vesz ezen a nemzetközi vadételfőző versenyen. Onnan jött az ötlet, hogy az iskolában a pedagógusok egy csoportot, illetve egy kollektívát alkotnak, és többen is jelezték, hogy ők már különböző más csapatokban részt vettek ezen a vadételfőző versenyen, viszont az iskola, mint közösség nem jelent meg. Úgyhogy itt a Zembléni Térségi Integrált Szakképző Központ égisze alatt a Trafiot Ágoston Szakképző Iskolával együtt közösen egy csapatot alkotva kijöttünk ide Széphalomba, a Kossuth-kertbe, és hát elkezdtünk főzni. Hogy érzitek itt magatokat? Milyen a rendezvény hangulata? Hát a hangulat szerintem nagyon jó. Én már több rendezvényen is részt vettem különböző egyesületek révén. És azt tudom mondani, hogy tehát nagyon jó hangulat volt mindig. Szerintem ez a mostani is jó, és hát reméljük, hogy a következő évben, ugyan már három iskola közösen, de reméljük, hogy együtt majd fogunk egy csapatot alakítani, és jövőre is együtt részt vehetünk ezen a vadételfőző versenyen. Mivel készültek ma, milyen ételt hoztatok? Hát többféle ételt készültünk, ugyanis három főzőhelyen lehet látni az ételeinknek az elkészítését. Az első helyen, ott leghátul a Trefort Ágoston iskolának a gyermekei csinálnak egy nagyon finom szelethúsos vadételt, amivel be is neveznek a mostani zsűrihez a bajnokságra. A másik rész egy leves lesz, ami egy becsinált vadas levesnek, azt a mi tanáraink csinálják, és lesz egy ilyen konversznek nevezett kaja, akivel mindenkit megkínálunk, az pedig egy vaddisznó pörkölt, borlovag módra, azt mi csináljuk bár két barátommal az egészet együtt. És mi az étel titka annak, amit ti csináltok? Hogyan készül? Hát elsősorban a vadételnek a titka a fűszerezés. Ugye, mert a vadhús az egy nagyon, nagyon meghatározó jellegű hús, de a fűszerezés az mindig olyan, amit mindenki saját maga szerint állít össze, és ebből kell, hogy kialakuljon a végére egy olyan íz, amit ugye mindenki akkor érez, mikor megkóstol. Hát ugye ezt nem nagyon szokták elárulni, de azért körülbelül tudjuk, hogy mik vannak benne. Hát mi is arra törekedtünk, hogy azok a vadfűszerek, amik általában vadételeknél megvannak, azok nálunk is meglegyenek. Milyen jellegű ételeknek mondhatóak ezek, amiket itt készítetek? Hagyományos magyar ízvilágot tükröznek? Hát egyértelműleg. Tehát arra törekszünk, hogy maximális a magyar hagyomány, tehát a nagyapánktól, az apunktól átvett ételekkel készültünk. Azt lehet, hogy egy picit most mi
felfrissítjük, hogy úgy mondjam, de nem nagyon akarunk a hagyományoktól elmenni. Azt akarjuk, hogy az a későbbiek folyamán is a mi gyerekünk is ezeket vegye át, és épp ezzel nagyon figyeljünk arra, hogy ez mindig ugyanúgy történjen, ezeknek nem csak a fűszerezése, hanem magának az egész főzésnek a technológiája. Nagy örömmel jöttünk ide. Igaz, az iskolánk most először vesz részt ezen a versenyen, vadételfőző versenyen, de azért is jöttünk, mert szeretnénk népszerűsíteni egyrészt az iskolánkat, másrészt a nálunk folyó szakképzéseket. Ebben a tanévben pincér szakmában nagyon szép eredményt értünk el, hiszen tanulónk az országos verseny döntőjébe jutott be. Most pedig szeretnénk a szakács szakmát is népszerűsíteni, minél többen jöjjenek hozzánk tanulni, hiszen ez hiány szakma. És úgy gondoltuk, hogy egy ilyen rendezvény a lehető legjobb alkalom erre. Hányan érkeztek, hány fővel, és mit készítenek ma? Most másodikos szakács tanulók ketten készítik el a versenyművet, amit szeretnénk a zsűri elé tálalni. Ez tüzelt vaddisznócomb lesz cukkinis lepcsánkával, vadas mártással, remélem elnyeri a tetszését a zsűrinek. Két olyan tanulónk készíti most el, akik jövőre esetleg esélyesek is arra, hogy versenyen is megmérettessék magukat, és egyébként pedig itt vagyunk közösen a Szepsilackó Máté szakképző iskolával, hiszen egy tízbe tartozunk, és így nagyon sok esetben közösen szervezzük meg a rendezvényeinket, és közösen is veszünk ezen részt. Mondhatni azt, hogy egy hagyományos magyar ízvilágú ételt készítenek a gyerekek? Valóban így van, ugyanakkor már megjelennek az újítások is, hiszen egy cukkinis lepcsánka az már ennek számít, de úgy gondolom, hogy a hagyományos ízek mellett feltétlenül kell most már foglalkoznunk az egészséges táplálkozással, és ezen belül olyan alapanyagokat, nyersanyagokat kell felhasználniuk, mind a mellett, hogy megőrizzék a hagyományos ízvilágot. Hogy érzik itt magukat, milyennek látják a rendezvényt? Nagyon kellemesnek tartjuk ezt, és nagyon örülök, hogy eljöttünk, így döntött az iskola, hogy részt vegyünk ezen a versenyen. Természetesen ugye mind a 450 diákunk nem tud ide most eljönni, de akik képviselik az iskolát, majd beszámolunk erről a többieknek, és remélem, hogy a következő években is itt lehetünk. Mi az, hogy TISZK? A TISZK az egy rövidítés, térségi integrált szakképző központ. A Zempléni térségi integrált szakképző központ 15 intézményt foglal magába. Nagy részt megyei fenntartású szakképző intézményeket, de több városi települési önkormányzat által fenntartott intézmény tartozik ide, vagy hozzánk Szerencstől, illetve hát Sátoraljaújhelytől Mezőkövesdig terjed, mondjam így, azok a települések, ahol intézményeink vannak. Az egyik legfontosabb város, ahol tagintézményeink vannak, az Sátoraljaújhely, hiszen itt jelenleg öt tagintézményünk található. Akik most is itt vannak, a Szepsilackó Máté mezőgazdasági szakképzőiskola, illetve a Trefort Ágoston szakképzőiskola. Milyennek látja a mezőgazdasági iskola helyzetét? Miért kellett integrálódnia ebbe a központba? Hát a térségi integrált szakképző központokat jogszabály hozta létre. Emellett természetesen a térségi integrált szakképző központoknak a kifejezett célja az, hogy a szakképzést szervezzék, és költséghatékonyabban történjen meg a szakképzés szervezése egy-egy térségben. Honnan jött az ötlet, hogy itt részt vegyenek ezen a rendezvényen? Hát megmondom, ez Kompordai igazgató úr hívta fel a figyelmet, hogy lesz ez a vadfőző verseny, rendezvény, és hogy szerencsés lenne, hogyha a TISZK is itt megjelenne. Ennek nagy örömmel tettünk eleget, hiszen úgy gondolom, hogy a munka mellett az ilyen szabadidős rendezvények, ahol nem csak a munkakapcsolatok, hanem az informális emberi kapcsolatok is erősödhetnek, nagyon fontosak minden szervezet életében. Thank you.
Budabányácskáról érkeztünk, a Szép Bánya Egyesület csapata vesz részt ezen a vetélkedőn. Igaz, hogy most bányácski hagyományőrzők néven futunk. Negyedszer veszünk részt ezen az összejövetelen, illetve főzőversenyen. Mit sikerült ma főzni? Mivel készültek? Vadisznó pörköltöt csináltunk. Teljes egészében a neve vadisznó pörkölt aranybányász módra. Ez az egyedi elkészítést akarja. És mit akar ez az egyedi elkészítés? Mi a titka? Miért különleges ez az étel? Hát ebben vannak részben titkos fűszerezési módszerek, részben a főzés technikáknak a különbözősége a többi csapattól. Hát ez maradjon azért a mi titkunk. A hagyományos köretet, szrapacskát készítettünk hozzá, illetve dödölét, ami talán ritkaság manapság ezen a környéken. Azt lehet tudni, hogy milyen fűszereket használtak fel hozzá, vagy ez is titkos? Hát a fűszerek azok a mai modern fűszerek, úgymond, amiket mindennapos használatban tartanak, de a régi fűszerezési technikák is megvannak, tehát bazsalikom és különböző olyan fűszerek, amiket egyébként nem nagyon lehet boltban megkapni, hanem inkább magunknak szoktunk megszedni. Mi adja az étel magyaros jellegét? Hát a magyaros jelleget az adja, hogy ezek a maga a hús egyébként, ami itt a zempléni erdőkben fellelhető vadakból tevődik össze, részben pedig egyébként azok a fűszernövények, amiket szintén itt a környéken lehet fellelni. És ezek régóta használatos fűszerek, tehát ide kötődnek. Tehát semmi olyan újítást nem viszünk be, ami túl modernizálná ezeket a főzési módszereket. Sikerült valamilyen eredményt, vagy eredményeket elérni a múlt években? Az elmúlt években? Az elmúlt években egy harmadik helyezést sikerült elérni. Mi amatőr kategóriába indulunk, illetve a pálinka versenyen szoktunk elindulni, tehát mi kihasználjuk ezeket a lehetőségeket. Ott egy második és egy harmadik helyezést. Az éven is bizakodva tekintünk egyébként az eredmény hirdetés elé. Hogy érzik itt magukat, milyennek találják a rendezvény hangulatát? Mi nagyon vártuk, nekünk az éves programtervünkben ez a rendezvény előkelő helyen szerepel, és erre is számítottunk. Tehát az, hogy itt olyan egyesületekkel, baráti társaságokkal találkozunk, akik velünk kapcsolatban állnak, illetve új ismerettségek is szövődnek, segítünk egymásnak. Ezek olyan apróságok, hogy akár hirtelen valakinek fűszerre lenne szüksége, tányérokra lenne szüksége, tehát gyakorlatilag külön főzünk, de mégis azt hiszem, hogy együtt jó néhány társasággal. Honnan érkeztetek ide, és hanyatszorra vesztek részt ezen a versenyen? Sárospatakról érkeztünk, és harmadik alkalommal veszünk részt ezen a vadételfőző versenyen. Mit látunk itt, milyen étel van a tányéron? Hát ez a vadásznyila tüzes nyárson, faragott gombával, kerti zöldségekkel, cukkinivel, padlizsánnal, illetve torma levélbe töltött jutórós kukorica puliszkát, kapros joghurt öntettel és pikán szószokkal, ami egy menta szószt, egy csípős mustáros szószt és egy chili szószt jelent. Lehet tudni ezekről az ételekről, hogyan készülnek? Ezek az ételek úgy készülnek, hogy a vadhúsokat, azokat már a hét elején pácolva előkészítjük, és akkor ezt követően, amikor a pác átjárta, akkor kerülnek fel a nyársra, forró olajban hirtelen sütve, ugyanígy a vaslapon készülnek el a kerti zöldségek is mellé, a faragott gomba díszítéssel, egy elég egyszerű, de mégis egy harmonikus ízvilágot tükröző ételekről van szó. Hogy érzitek itt magatokat? Milyen a rendezvény hangulata? Minden éven nagyon-nagyon jól érezzük magunkat, már nagyon nagy előkészületekkel, tehát, mint ahogy mondtam is, a pácolások miatt már a hét elejétől erről a hétvégéről szól a hét. Minden este pácolás, forgatás, készülés, pakolás, tervezés, tányéroknak a megtervezése, nagy vitatkozások, hogy legyen, mint legyen, úgyhogy jól. Milyen eredményre számít a csapat? Tavalyi eredményünk után eléggé fel lett adva a lecke, mert tavaly sikerült megnyernünk az amatőr kategóriát. Hát reméljük az idén is sikerül valami jó helyezést elérni, de abszolút nem erről szól. Ez is számít természetesen, de maga az, hogy a társaság együtt van, együtt töltjük az időt, jól érezzük magunkat, jókat eszünk, beszélgetünk, ez a lényeg. Szakács kategóriában három csapat nevezett, melyek közül a Sárospataki Bodrogpartiak a Bodrogért Egyesület mutatkozott be nekünk. Sárospatakról érkeztünk, Márki Bertalan vagyok, a Bodrogpartiak a Bodrogért csapatnak a vezetője. Harmadik esetben veszünk részt ezen a vadételfőző versenyen, illetve a magas hegyen előtte vagy néhány évvel már vettem részt, csak akkor egy nagy-nagy vihar elzavart minket értékelés nélkül.
Mit hoztak ide, milyen étellel készülnek? A mai napon vadételeket készítettünk, viszkis dióval töltött szarvas bélszín, aszalt megyes gyúszsal, valamint őszbakhát békenpongyolával, kukoricakorongra ültetve, és vadmalac mája marsalmódra, koronaként kolbászkával, roston sült kerti zöldségekkel, és vargányás gombaropogóssal körítjük. Mit lehet tudni ezekről az ételekről, hogy készülnek? Ezek a napjainkban készítünk nagyon sok ilyen gála vacsorához, illetve vadászbára felkértek több esetben, hogy készítsünk vadételből különlegességeket. A szakmámmal kapcsolatos dolgok ezek, a halak és a vadak készítése. Hát nem egy legegyszerűbb dolog, egyszerű elkészíteni egy gulyást, egy pörköltet, de mivel a profi kategória, illetve a szakma megkívánja, ezért egy picit különlegesebb, mint a többi bográcsban főtt étel. Amint látjuk, van itt 5-6 féle, 8 féle vadétel, itt a levestől kezdve a gulyás, a gombás ragú, vadas. Ezt azért készítettem a gyerekeknek, hogy legyen mit kóstolgatni a sok érdeklődőnek. Mennyire tükrözik az ételek a magyar ízvilágot? Általában magyarosan készítjük. Ha megtetszenek ízlelni, pikáns ízeket érzünk. Amint itt tetszenek olvasni, a paszternák az egy zöldségféle, a gomba az az erdei gombák, amik illenek a vadakhoz. Készíthetjük úgy megsütve, vagy ez egy különleges dolog, ez a ropogós, ez egy hasonlít a gombafasírthoz, összegyúrjuk megdarált gombát, és akkor azok a mártások hozzá, ez az aszalt megyes zsúz, egy kis sherry brandyvel ízesített, és a viszkivel forraljuk össze a diót, majd megtetszenek nézni itt közelebb a tőtelékét, és hát az egy különleges harmóniát, ízharmóniát fog okozni a fogyasztóknak. Hörcsik Rihárd fideszes országgyűlési képviselő vendégeként Schmidt Pál köztársasági elnök is meglátogatta az eseményt. Az államfő többek között a székelyföldi sóváradi csapatnál és a sátoraljújhelyi Spartacus 2007 vadásztársaságnál is megkóstolta az étkeket és hosszasan beszélgetett a vadászokkal. Elnök úr, hogy érzi itt magát, milyennek találja a hangulatot a rendezvény? Nagyszerűen. Az igazság az, hogy egész nap szívesen itt maradnék, de ezt sem gyomorral, sem idővel nem lehet bírni, amerre csak megyek, kínálnak valami finom falattal. Itt környékbéliek, vagy akár felvidékiek. Itt voltam a szomszédban, a Magyar Nyelv Múzeumában, és egy konferencián vettem részt. Arról beszéltem én is, mint ott sokan mások, hogy a magyar nyelvet védeni kell. De úgy látom, itt meg egy másik területe, amit a magyart védeni kell, a magyar ízeket, a gasztronómiai szokásokat, ezt az elhivatottságot, hogy a magyar konyha bármelyik konyhával a világon felveszi a versenyt. De hát most már körülbelül a negyedik kóstolómon vagyok túl, úgyhogy le kell álljak, de nagyon élvezem. Hogy ízlettek az ételek? Kaptam egy medvesültet, aztán az előbb itt kaptam egy tócsnival kínált, olyasmi volt, mint egy fasírozott, de ők mondják, hogy ez valami népies módon elkészítve. Az előbb egy kicsi, be kell valljam, kis fokhagyma pálinkát ittam életemben először, nem volt semmi, azt kell mondjam. És akkor egy sima gulyást is kóstoltam, tehát ez nagyszerű. Gondolom, hogy most kezdődik az igazi verseny. Szerintem már mindenki, aki itt van, már győztesnek mondhatja magát. Mert itt részt venni, ezt a közösségi élményt megélni, barátokkal, gyerekekkel, szülőkkel, munkatársakkal kijönni, ez egy igazi ünnep itt. Elnök úr, mit gondol, mennyire tükrözik ezek az ételek a magyar hagyományos ízvilágot, gasztronómiát? Szerintem teljes mértékben. Irigyelnek minket mások. Tehát én úgy van, hogyha én valakinek vacsorát adok, díszvacsorát, akkor megpróbálok a protokollon túl emelkedni, és valami magyarosat adni. Adott esetben még lecsó is kerül az asztalra egy államfői vacsorán, ha más nem egy kis kóstoló belőle. De ezt jó néven veszik, hiszen az ember járja az országot, mindenhol a saját konyhatitkaikba avatják be az embert is. Hát ami itt van, ezt sajnos a nézők nem tudják, de én majd elmondom, valami isteni ízek és illatok kevereknek itt, és csak és kizárólag mosolygós, jókedvű emberek. Hát szívből gratulálok, én még egyszer mondom, akár az egész napomat itt tölteném. Hogy már pászébet beledom, sonkám, sokáig ott hagyom, sóbors kömény, meg amit érsz a pász nevébe, sok minden belefér. Hogy már pászébet beledom, sonkám, sokáig ott hagyom, sóbors kömény, meg amit érsz a pász nevébe, sok minden belefér. Most végződik a most végződik.
végződik a, most végződik a pác, a pác. Most végződik a, most végződik a, most végződik a pác. Sonkámot most már kiveszem, kiveszem arról, lassan lecsepeg, lecsepeg, reggelre füstök, beteszem, beteszem, húsvét, hétfő, jó vízünk megeszem. Sonkámot most már kiveszem, kiveszem arról, lassan lecsepeg, lecsepeg, reggelre füstök, beteszem, beteszem, húsvét, hétfő, jó vízünk megeszem. Kiveszem a rúdon, lassan lecsepeg, lecsepeg, reggelre füstre beteszem, beteszem, húsvét, hétfőn jó ízűn megeszem. Csonkámat most már kiveszem, kiveszem a rúdon, lassan lecsepeg, lecsepeg, reggelre füstre beteszem, beteszem, húsvét, hétfőn jó ízűn megeszem. Vadász kategóriában 18 csapat 24 étellel nevezett be, melyek közül a sátorajújhelyi Spartacus 2007 vadásztársasággal és a Bodrog vadásztársasággal beszélgettünk. Mit főznek ezen a versenyen? Mindenképpen próbálkoztunk egy tömegétellel, készült egy vaddisznőpörkölt, és próbálkoztunk valami különlegessel is. Talán annyit tudok elmondani, hogy köztársaság elnök úr ebből fogyasztott, úgyhogy reméljük, hogy jól sikerült. Hogyan készülnek ezek az ételek? Mi bennük a különlegesség, a kuriózum? Talán annyi a különleges, hogy nagyon kevés eszköz van itt a pusztába idézőjelben, mert mai ember hozzászokott a konyhához, ahol elektromos áram is minden egyéb megvan. Itt meg gyakorlatilag vagy faszanem, vagy fán kell megcsinálni az egészet. Mindenképpen egyszerűsíteni kell az ételt. Hogy érzik magukat itt? Milyennek találják a rendezvényt? Hát a rendezvény csodálatos. Sőt, most már egy kicsit túlnőtte ezt a rendezvényt. Ugye 100 főtől, azaz 100 jelenkezőtől többen is vannak. És ez egy kicsit most már ennek a helynek egy picit több. Az előbb kérdésére vonatkozóan az, hogy milyen ételeket csinálunk itt. Mindenki megpróbálja a legjobbját nyújtani ezeknek a vadételeknek. Gondoltuk, hogy mindenki bográcsozni fog, és akkor mi jöttünk egy grilles étellel, egy faszenes étellel, és arra gondoltunk, hogy valami régi receptet fogunk előszedni, csak éppen vadból. És fele vaddisznó, fele szarvasból egy erdélyi ételt készítettünk, egy mics hús, és ezt tegnap este ledaráltuk, befűszereztük a tradicionális kis hagyományos receptje alapján, picit csombor, fokhagyma, szódabikarbonával megpuhítva a hús, és akkor most ezt így elkezdtük sütni. És nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy jöttek az emberek, és nem tudtuk úgy sütni a barátunknak a sütőjén, ahogy az emberek sorba álltak érte, és én nem is neveztünk egyébként a versenyen, és ez olyan jó érzés volt, hogy szinte a barátoknak, meg a saját társaságunknak úgy kellett félrerakni egy-egy tányérral, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, meg nagyon jól éreztük magunkat. Mennyire tükrözik a magyar ízvilágot, a hagyományokat ezek az ételek? Én szerintem igazi, régi magyar ízek megtalálhatóak benne. Csombort nagyon kevesen ismerik így, hogy csombor. Borsika füvet láttok a polcon, ami ugyanaz, és nagyon-nagyon kevesen keresik. Ezekhez a sült húsokhoz elengedhetetlen. Egy jó erdélyi töltött káposztához elengedhetetlen. Én szerintem itt kezdődik, vagy ide gyökerezik a magyar konyha, amit nekünk úgy el kellene kezdeni, keresni. Az, hogy sikerült kombinálni vadétellel, és jól sikerült, mert ilyet még nem csináltunk egyébként, annak az meg külön öröm. A vadételfőző verseny egyik alapító tagja Dudás László a rendezvényen hozzátette. 9 éve veszünk részt ezen a versenyen. Először a Magashegyen kezdtük. Örülök neki, hogy ilyen sokan, ilyen szép számmal veszünk részt ezen a versenyen. Remélem, hogy mindenki jól érzi magát, természetesen mi is. Miért tartják fontosnak, hogy évről évre itt legyenek? Először is a helyi ízeket szeretnénk bemutatni a nagy közönségnek, meg az, hogy mi is jól érezzük magunkat ezen az vadételfőző versenyen. Milyen ételeket hoztak, milyen ételeket készítettek ma? Hát először is egy őzet húztunk nyársra, majd őzgulyást készítettünk, ami a nagy közönség részére készült. A vadásztársaságunk már nagyon-nagyon régi vadásztársaság, még 1945 előtt alakult,
Én 2000-től vagyok az elnöke, próbálom összefogni tagjainkat, akik elég nagy számban részt vettek ezen a vadételfőző versenyen, természetesen mint vendégek. Miért tartják fontosnak, hogy részt vegyenek itt ezen a versenyen? Nagyon jó összejövetel, szeretünk itt lenni, összejövünk, vadászokkal beszélgetünk, és a környező vadásztársakkal találkozunk. Nagyon jó. 7 éve vagyok a Boldog Vadásztársaságnál, 65 év alakult, most lesz jubileumi évfordulónk, majd a Bereszkébe tartjuk augusztus 6-án. Milyen étellel készültek a mai napra? Mink ilyen, nem is tudnám elmondani a jellegét, oda kell nézni, nyáson sült ősszel. Hogy készül el? Milyen fűszereket használnak hozzá? Hát ez egy ősi családi recept. Erről ennyit tudnék mondani. Mindenki a saját ízlése szerint meg tudja csinálni. Ennek nincsen, hogy most én így csinálom, úgy csinálom. Aki elkezd valamit nyáson csinálni, egy szalonnát nyáson megsütni, meg egy lábasban megsütni, mi a különbség, azt akkor tudják meg, amikor megcsinálják. Ugyanígy van a húsételekkel is. Ott kell lenni, és a lényeg a szabad, hogy a szabad levegőn lehet csinálni az egészet. Itt lehet élni, nagy társaságban, közösségben is. Amikor valaki megkóstolja, eszi, és látom azt, hogy jó ízűen, jól esik neki, az egy olyan öröm a szakácsnak, hogy azt nem lehet semmilyen díjjal pótolni. A határon túli nagykaposi fiatalok történelmi kategóriában is neveztek. Még Nagykaposról érkeztünk a magánszak középiskolából, ami 3 éve nyílott, és most első éven vagyunk itt, ugyanis az éven fogunk vizsgázni, és a szaktanárunk elkészített minket, és eljöttünk erre a rendezvényre, és nagyon érdekes, és érdekes ételekkel is találkoztunk. Hát mink szarvaspörköltel álltunk elő, reméljük, hogy nyerni fogunk, bízunk benne. Hogy készül ez az étel? Mi a titka? Hát a titka az, hogy mindenki hozzátesz valamit a saját tudásából is, és így, mint a barátok, úgy főzőskézünk. És milyen kategóriában neveztetek? Hát neveztünk a történelmi kategóriába, ott egy egész malacot sütöttünk meg, rengeteg fajta körítéssel, ez pedig az amatőr kategóriába készült, a szarvaspörkölt. Hogy érzitek itt magatokat ezen a rendezvényen? Hát szerintem igen jó a hangulat, jók a műsorok, barátokkal lehetünk, és még rengeteg új embert ismerhetünk meg, szóval szerintem szuper. Történelmi kategóriában 4 csapat 4 étellel nevezett. A Nagy Tanya csapatát Nagy György mutatta be. Mi az összes vadételfőző versenyen kim voltunk eddig, tehát a kezdetektől részt veszünk rajta valamilyen formában. Ugye egyrészt a vadásztársaság nevében vagyunk itt, a Mikóházi Földtulajdonosi Közösség nevében, tehát ott vadászként neveztünk a versenybe. Saját céggel is jelen vagyunk, az Emplén Catering Kft-vel. Ezzel a céggel neveztünk a történelmi kategóriába, tehát ott egy egészben sült malacot készítettünk, egészben sült vadmalacot, rengetegféle körítéssel, tehát töltött karalábéval, gombavagdaltal, párolt káposztával, töltött káposztával, tehát és csak olyan anyagokból készítettük, ami már a középkorban is megtalálható volt Magyarország területén, illetve még iskolák részéről is jelen vagyunk, tehát egyrészt a nagykaposi vendéglátóipari, tehát ilyen Hotel Akadémia nevében is neveztünk 2 étellel, abban is volt egy amatőr és egy történelmi étel. Az amatőr kategória az igazából egy lángoló szarvaspörkölt volt, a történelmi kategória az pedig egy fűszeres babon tálalt, pácolt, érlelt vaddisznó oldalas volt tyúkmonnyal. Az a tyúknak, tehát a tyúkban található tojás, ami még nem volt megtojva. És tulajdonképpen ez van megfőzve, és ez egy nagyon szép dekoráció, és ugye korabeli nyersanyagként ez is ugye megjelent annak idején az ételekben. Egy másik tanulócsoportunk, egy szakáscsoportunk van, ugye oktatást végzünk, ők a Kisosz színeiben indultak, a Borsodabói Zemplén megyei Kisosz. Ők egy amatőr kategóriába indultak, de tulajdonképpen hagyományos étellel, tehát akár a történelmi kategóriában is indulhattak volna. Hát ők egy vaddisznó tokányt
készítettek, és hát tulajdonképpen itt is a hagyományos körítés megjelenik, ugye a tarhonyás, gombás, burgonyás köretet készítettünk hozzá. Vadász kategóriában neveztünk, ott is kettőféle étellel. Hát ott inkább az újítás volt most az éven jellemző. Tehát ott egy gombás, erdei gombás vaddisznópörköltöt készítettünk, és annak a körete volt most különleges, az túrós, csúszás, sonkás, rétes volt az ő körete. Valamint megpróbáltuk a nemzetek közötti áthidalásként egy vadászgiroszt készíteni az éven. A vadászgirosz az hát nem pitába töltöttük, mi cipóba töltöttük, mert magyarok vagyunk, és a vaddisznóból készült ugye a giroszhús, azzal a fűszerezéssel, tehát a hagyományos girosz fűszerezéssel, ugye a zöldségekkel, és szintén nem azt a joghurtos öntetet tettük rá, amit ugye a hagyományos giroszra, hanem mi készítettünk egy gombás, picit enyhém, savanykás, pikáns öntetet erre a giroszra. Mi adta az ötletet ahhoz, hogy történelmi kategóriában is induljatok? Mi adja a történelmi jelleget az ételekben? Hát mindenképpen ugye a város évforduló az egy apropó volt erre, tehát gondolom, hogy emiatt is volt meghirdetve ez a kategória, a történelmi kategória, és hát ugye a középkorra jellemző volt ez az óriási lakomák, ezért azt a nem tudom, a vaddisznót sikerült lefilmezni, azt pont amikor a köztársasági elnök úr érkezett, akkor lett kész, és akkor bevittük, és fel is lett nekik tálalva tulajdonképpen. Teljesen abszolút jól érezzük magunkat, ugye ezt a sok gyermek itt körülöttünk, a tanítványok, ők ezt erről ugye gondoskodnak, illetve a vendégeknek a visszajelzései az, ami még mindenképpen feldobják a hangulatot, tehát amikor úgy jön vissza a vendég, hogy ez isteni volt, és még ilyet sehol nem ettem, és hogy kell csinálni, az nekünk a legnagyobb dicséret. A rendezvény fergeteges hangulata és ételei idén is elvarázsolták a látogatókat. Önök nyerték meg tavaly ezt a vetélkedőt. Ma, a mai napon mit szól a felhozatalhoz, ez a versenyhez, a rendezvényhez magához? Nagyon sajnálom, hogy ebbe az évben nem tudtunk indulni a csapatommal, mert sajnos egy csípőprotézisen estem keresztül, és pont a közép stádiumban vagyok, úgyhogy a barátaim hívtak meg, és még mint érdeklődöm, hogy a 9. vadfőző verseny van, úgyhogy nagyon kíváncsi voltam, és nagyon nagy szívfájdalom nekem az, hogy nem vehetek részt rajta, de végigmentem a barátaimnak a főző, tehát amit főztek, csodálatos kajákat készítettek el, és nagyon drukkolok nekik, hogy hát egyik is, másik is nyerje meg valamelyik szintet. Ma miket kóstolt meg, és mi ízlett a legjobban? Az igazság, hogy fent sütöttek egy ilyen sevapcsicsás gombás mártással fönt, amit az elnök úr is megkóstolt, egy csodálatos volt. Az ízlett idáig a legjobban, meg egy vadnyúl leves tettem itt a barátomnál, Peti barátomnál, és az is csodálatos volt. Meg ez a kecske húsa, tehát őz, így mondom, ugye ez a három, ami nagyon, nagyon finom volt. Áfonyás őszpörkölt, mindent állaljuk. Őszpörkölt áfonyával, erdei áfonyával, bodrogközi gomolyával, sósburgonyával. Jó étvágyat kívánok! Nagyon jól érzem magam, és a szabolcsi emberek is jól érzik magukat a hegyi emberek között, mert én úgy nevezem ezeket az embereket, akik itt a hegyekben vadásznak, mint én alföldi ember, hogy a hegyi emberek között sokkal jobban érzem magamat, mint az alföldi emberek között. Nagyon ízlett minden kaja, tehát a hegyi emberek jobban főznek, mint az alföldi emberek. Azért jöttünk mi ide Szabolcs-Szatmár megyéből, hogy megkóstoljuk ezeket a gasztronómiai finom ételeket, amit itt a Sárospatak és a Sátoraljújhelyi
emberek, és hozzáteszem, a szlovákiai emberek közösen itt összehoztak. Megtanult már az új asszony főzni, meg tudja a szerát erőt győzni. Ne féljetek, gyertek ide járni, gyertek, gyertek, asszonyok is jönnek. Ma tanítanak az éneklő szakát. Ne féljetek, gyertek ide járnyok, ma tanítanak az éneklő szakácsok. Mit sikerült ma a mai nap folyamán megkóstolni? Mi csak a Hubertus vadásztársaságnak a főztjéből ettünk, nagyon finom volt, minden nagyon ízlett, köszönjük szépen! Hogy érzik itt magukat? Milyen a rendezvény hangulata? Nagyon jó, nagyon sokan eljöttek, nem is gondoltuk, hogy ennyi ember lesz itt, mert mi most vagyunk itt először. A végig megyek, a szép halmi utcán benézek a ház, a sziklát resére látom, hogy minden jájnak tele már a száj. Lehettek már jányok, szép halmi jányok. Szép úgy szép, ha eszik a leány, nem pedig lengyányok. Lehettek már jányok, szép halmi jányok. Úgy szép, ha eszik a leány, nem pedig lengyányok. A vendégek a finom ételek és vidám műsorok mellett különböző népi mesterségeket bemutató standokkal is találkozhattak az eseményen. A kádárszakmáról Hotyek Attila erdőbinyei kádármestert kérdeztük. Egy ősi mesterség termékeit láthatjuk itt a háttérben, de mégis milyen hagyományokra tekinthet vissza a kádármesterség? Hát a kádármesterség az több évszázados hagyománynak tekint vissza, hát itt hegy alján itt van, és ezen belül is tehát erdőbényét, mint erdőbényeiként, bár szerintem megengedhetem, hogy kiemeljem ebben a történetben. Miért fontos, hogy képviselje magát a kádár mesterség ilyen rendezvényeken? Miért fontos, hogy megjelenjen? Hát azért, mert itt a rendezvényen vannak borászatok, sőt a finom kajákhoz vannak finom pálinkák, és mivel mi nem csak boros hordókkal foglalkozunk, hanem pálinkás hordókat is készítünk, így számítok arra, hogy találunk partnereket és vásárlókat ezekre a termékekre. Hogy készül a gönci hordó? Hát a gönci hordóhoz az alapanyagot ezt itt az emplénben válogatjuk ki, 2 évig szárítjuk, kint természetes körülmények között, és 2 év után készítjük el, meghajlítjuk a tűzön, vízzel locsolva, utána a fenék behelyezés után kap egy külső csiszolást a hordó, végső abroncsokat, kipróbáljuk, hogy nem folyik-e valahol, és utána várjuk, nem várjuk, hanem megpróbáljuk eladni a vevőtnek. Milyen a kereslet a hordók iránt? Mekkora az érdeklődés? Hát az érdeklődés az megvan, a kereslet az már egy másik történet. Sajnos napjainkban ez a gazdasági helyzet, itt a borászatok nehéz helyzete erősen lefelé nyomja ezt a keresletet. Úgyhogy napjainkban nem igazán lehet azt mondani egyértelműen, hogy hú, de nagyon jól vagyunk, de sokat kell menni utána, tehát egy ilyen rendezvény is alkalom arra, hogy ismerettségeket kössön az ember hobbikertészekkel, tehát borászokkal, és akkor összejön az idővel. Hogy érzi magát ezen a rendezvényen? Hát most, hogy már több nagyon finom kaját megkóstoltam, és a hangulatiség, a környezet is nagyon jó. Én köszönöm szépen, itt jól érzem magam most. Az ételeket igen szigorú szabályok szerint értékelte a mesterszakácsokból álló zsűri. Milyen szempontok szerint pontoz ma a zsűri? Mit figyelnek és mind van a hangsúly? Mint hogy megkapták a versenyzők egy tájékoztatót, amelyre volt írva, hogy hát milyen szempontok alapján fogjuk zsűrizni az ételkészítések, tehát az ételnek a megnevezés, pontos megnevezése, azon kívül a hely, ahol főznek, annak a rendbetartása, a megfelelő keretek és a húsok kiválasztása, a mártások, tehát tulajdonképpen úgy beszéljük, akkor az össz étel harmóniának kell lenni.
fényen vettük, amit mondtam, hogy a mártás megfelelő sűrűség legyen, a hús megfelelő legyen sűrű, vagy párolva, és a köretnek a kiválasztása és az összízhatás az olyan legyen, és természetesen, hogy ha van ötletesség, újszerűség benne, azt is figyelembe vettük. Hogyan választják szét a négy kategóriát? Hát négy kategóriában versenyeznek, és hát minden kategóriának megvan a előírása, hogy mi alapján vettük figyelembe, és hát ennek alapján próbáltuk eldönteni, hogy hát remélem, hogy hát igazságosan döntöttünk, ám bár ilyenkor mindig úgy van, hogy hát mindig van valaki, aki mondja, hogy hát az én ételem jobb volt, mint a másik, de hát ez mindig így van ilyen versenyeknél. Az idén új kategória történelmi típusú ételek. Ezt mi alapján pontozzák? Hogyan? Megkérdezzük a versenyzőket, tehát a régi ízek harmóniákat, hogyha visszamentünk, nem használtak ilyen külön, tehát a korabeli ételeket készítettek, és azokat a alapanyagokat használták fel, amikor annak idején azt ették. Tehát nem használtak paprikát, meg különböző dolgot, amit már most használnak. Tehát visszanyúltunk kicsit a múltba. Kik kapnak külön díjat, és miért? Hát külön díjat azok kapnak, akik tulajdonképpen nem fért be az első három közé, és a negyedik lett végeredményben ők lettek a külön díjasok. Hát tehát nem negyedik helyek lettek, hanem ők kapták a külön díjat. Az idei vadételfűző versenyvadász kategóriájában első helyezést értek el a Székelyföldről érkezett súváradi vadászok. A történelmi kategória győztese a Nagytanya fogadó csapata lett. Szakács kategóriában a sárospataki bodrogpartiak a Bodrogért, amatőr kategóriában pedig a sátoraljaújhelyi Tiszk Trefort csapata vihette el a fődíjat. A szervezők a nagy sikerre való tekintettel jövőre is megrendezik a nemzetközi vadételfűző versenyt, amely már a 10. lesz a sorban.